az idei ünnepi előadást a Bölcsészettudományi Kar művelődés történeti tanszékének professzor emeritusa, Kósa László professzor úr tartja, Reformáció Magyarországon címmel. Az egyetemi munkásságomban, oktatásomban protestantizmussal foglalkoztam. Hát az idén reformáció éve van, tehát magától adódott szinte ez, hogy erről beszéljek a 16. század első negyedétől, tehát a kezdetektől, és a század vége felé már jó részt az eredetileg római katolikus lakosság jó része becslések szerint 89%-a protestáns lett. Ezzel szembe elindult egy rekatolizációs, majd később egy ellenreformációs folyamat. Ez a kettősség berögzült, tehát sem az ellenreformáció, sem a reformáció nem jutott teljes diadalra, azért a magyar kultúra és közélet ennek a két vallási háttérnek a meglétében szerveződött meg. Az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem alapításának 382. évfordulója tiszteletére tartandó közgyűlés alkalmából az egyetem szenátusa nevében mindenekelőtt nagy tisztelettel köszöntöm tiszteletbeli doktorjelöltjeinket, Csiszár Imre professzor urat, Márk D. Griffith urat, Mesterházi Zsuzsanna asszonyt, Szabó Miklós professzor urat. Díszdoktori cím a legmagasabb adható kitüntetés az egyetemi szférában, tehát ilyen módon azt is mondhatom, hogy elértem azt, amit csak kevesek. Ez mindenképpen a szakmai karrieremnek egyik csúcspontja. Az eltővel a viszonya úgy indult, hogy fölvettek a régészet latin szakra, és ezt el is végeztem itt. Itt doktoráltam, és tulajdonképpen innen indult a szakmai karrierem. Eleinte egy ilyen megbízásos szerződéssel a Szépművészeti Múzeum munkatársaként részfoglalkozás keretében oktattam ezeket a tárgyakat, majd pedig, amikor úgy alakult az egyetem története, egykor hívtak meg ide teljes állású professzornak. Természetesen kaptam már számos kitüntetést, de ez különösen közel áll hozzám, mert attól az egyetemtől kaptam, ahol tanultam, tanítottam, kutattam, oktattam, tehát különösen közel áll hozzám. Másodállásban az ELTE-n oktattam már talán 30 éves korom óta. Nyugdíjazásomig számos jó hallgatóm volt, és örömet okozott nekem ez. Ez egy összegző élmény. Ez tulajdonképpen a csúcsa az elismeréseknek. A 2000. évben a korábbi önálló főiskolaként működő Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemnek az egyik karává vált. A kapcsolatom ekkor egészen közvetlenné vált az egyetemmel, és kari vezetőként megtapasztalhattam azt, hogy az a tudományművelés, ami korábban is az életemnek a középpontját képezte, az egyetem keretei között sokkal tágabb, szélesebb lehetőséget kap. I've been working very heavily with Dr. Zsolt Demetrovich here at ELTE. He first invited me to a conference here to talk on my views on addiction. Over the last 7 years, we've published papers together on exercise addiction, on computer game addiction, online addiction. If you ask anybody in the world which are the world centers that are doing research on online addictions and behavioral addictions, is it ELTE? Are we one of the universities that people mention? But to be honest, this is recognition for my lifetime of work so far. I've spent 30 years in the field of behavioral addiction. To be recognized by another university that says, you know, you're doing world-leading research is just such a fantastic honor.